Egy rajta sok közül a Leveleki tavon, ahol 20 ország 80 versenyzője mérte össze tudását 3 napon keresztül. A kontinens viadalon és a junior VB-n egyaránt 3 döntőfutamot rendeztek, ezek során dőlt el az érmek és a helyezések sorsa. A 20 versenyzőt számláló magyar csapatból 5-en állhattak a dobogóra a kontinens viadalon. Az Európa-bajnokságon 5 érmet szereztünk, 3 aranyérmet és 2 ezüstérmet, tehát itt Cseke Zsolt a Runabout Veterán GP1-ben magabiztosan megnyerte a magyar nagydíjat, második lett Kéri Attila, tehát ebből a kategóriába 1-2-t tudtunk elhozni. Major Marcel megvédte az Európa-bajnoki címét a Runabout GP4 kategóriában, Kassa György nagyon magabiztos versenyzéssel mind a 3 futamot megnyerve nyerte a Runabout GP1 kategóriát, és Jászai Csongor a felnőttek között a Ski GP3 kategóriában ezüstérmes lett. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép eredmény. Ezen kívül még 4 pontszerző helyezést is begyűjtöttek versenyzői. A junior VB-n Puskás Zekő kategóriájában első lett, Komonyi Lajos és a magyar licenszer versenyző szlovák Marvin Boguslav a 2. helyen zárt, Jászai Csongor pedig a 3. helyen végzett. Mint Szabó Tünde elmondta, a fiatalok körében egyre népszerűbb a sportág. Egy nagyon fiatal sportágról van szó, a technikai sportágakat tekintve a legfiatalabb sportágról, hiszen 1982-ben rendezték az első világbajnokságot, és azóta ugye 91-től Magyarországon is vannak országos bajnokságok minden évben. Ez is azt mutatja, hogy nagyon fiatalok vannak a vízben, és megmérettetik magukat, és az is mutatja, hogy junior világbajnokaink vannak, Európa bajnoki futamokat nyernek a mieink, és ezáltal van is esélyünk, hogy Európa bajnokok legyenek. Úgyhogy nagyon fontos lesz a jövőben, hiszen nekünk is az a szerepünk, hogy minden sportágban lehetőséget kínáljunk a fiatalok számára, hogy kipróbálják magukat, és amiben tehetségesek, abba ténylegesen oda is tudjanak állni nemzetközi vonalon, és mi pedig büszkék lehessünk rájuk. A szervezőknek az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is meg kellett küzdeniük egy problémával. 3 hónapig könyörögtünk azért, hogy egy csepp eső is essen, és nem a verseny miatt, hanem a gyönyörű Leveleki tónak az életben maradásáért, és ehhez képest, amikor megkezdődött a verseny első napja, ugye a tegnapi napot, mert ma már egy napfényes napot látunk, akkor szakadó eső. Tehát ez a Murphy törvénye, erre nem tud az ember ezt nem tudja lereagálni, erre nem lehet felkészülni. Az a szerencsés helyzet állt elő, hogy van egy mélyvizes részünk, és annyit kellett változtatnunk az elmúlt 3 év versenyénhez képest, hogy eltoltuk a pályát, és így ugyanúgy egy mély vízbe meg tudtuk rendezni, tehát hál' Istennek van egy 2-3 méteres vízünk, úgyhogy így minden rendben van, és a nap is kisütött. A Nemzetközi Szövetség képviselői maximálisan elégedettek voltak a Leveleken tapasztaltakkal, és már elkezdődtek a tárgyalások annak érdekében, hogy jövőre világbajnoki futamokat láthassanak a tavon a sportág szerelmesei.